Üdvözlök mindenkit, sziasztok, itt vagyok most éppen Csajágon. És a mai videó tárgya az a 27-es vonal lesz, vagyis pontosabban meg a 29-es vonalnak az elkerülő része. Volt egy régi nyomvonal a 29-es, egyébként mögöttem van az állomás, és most a 27-esen állok, de mindjárt meg is mutatom, hogy... És ott láttok a háttérben egy felüljárót. Az volt a 29-esnek, ugye a Fehérvár-Tapolca vonalnak a régi nyomvonala. És ez itt a 27-es, ami már nincs forgalom, ez a Lepsény-Veszprém volt, ez pedig a mellettünk a 29-es. A 29-es eredetileg ilyen Csajágot elkerülő vonal volt, csak később kötötték be Csajágba egy újon vonalon. És azt fogjuk most megnézni. És hogyha marad idő, akkor még a 27-es vonalon Csajágon túl még valameddig elsétálok, Belhidáig vagy Papkeszig. Szerintem Belhida esélyesebb, az közelebb van, de lehet, hogy csak a Csajág felsőig. Kint azt mondta, másik irányba menne tovább. De akkor nézzük is meg mindjárt. Hát most itt elindulok el, és akkor megkeresem a kiágazást. Ugye ebbe itt van a segítségemre a elveszett Csinek Magyarországon belajzolt térképe, amit letöltöttem a telefonra, úgyhogy azon pontosan látom, hogy hol ágazik ki a nyomvonal, de nagyjából lehet következtetni is. Aztán remélhetőleg járható is, mert voltam itt valamikor nyár környékén, akkor nagyon benőtte a gaz. Most viszont remélhetőleg még kicsit jobban járható, de hát majd meglátjuk, hogyha nagyon nem járható, akkor kénytelen leszek itt visszajönni. Ja, egyébként a vonat az most ment el nemrég. Sőt, szemből is jött egy, úgyhogy most egy adabig itt nem fog vonat jönni. De azért nyilván nem a sineken sétálok, hanem mellette, mert ez egy üzemelő vonal. Na, itt mindjárt lesz is egy átterec, vagy egy híd itt valami alatt. De ugye kb. Egy kilométerre odébb már meg lesz a kiágazás, úgyhogy sokat nem kell itt jönni. De hát majd meg fogom azt is mutatni. Na hát sziasztok, itt lennénk. Szerintem itt ágazott ki. És hát itt ment a régi nyomvonal. Ez legalábbis nekem nagyon gyanús, de mindjárt rápillantok a térképre is. Talán még azt is meg tudom nektek mutatni, és igen. Tehát ott a piros vonallal bejelölve. Itt ment. És ott egy hídon ment át, vagy hát egy ilyen felüljárón a 27-es vonalon. Hát ezt nem tudom mennyire járható, majd megpróbáljuk. Egyébként arra fele kell menni, Balaton akaratja fele. Hát mindjárt megpróbálok itt, hát lehet, hogy csak mellette tudunk itt menni a Szántóföldön. De majd igyekszem bejárni itt a vonalat. Hát majd jelentkezem, de szerintem ezen a bozóton nem lehet áthatolni. Azért minden esetleg megpróbálom, meg hát megyek, ameddig tudok. Hát igen, hát erre mostanában nem jár senki, az is biztos. És itt van az a nagyon szúrós növény. Na, ezt nézzétek. Ez igazán bozótörő megoldás. Hát nem mostanában adták fel ezt a nyomvonalat, az is biztos, nagyon benőtte itt minden. De lejövök ide, aztán megnézem, hogy a töltés alja mennyire járható. Na jó, akkor most a kamerát elteszem, mert itt kell a kezem a kapaszkodáshoz. Az ott, amit láttok ott a háttérben, az már Csaják bejárati jelzője a Lepsény vonal felől, tehát igazából addig tart itt a töltés, de hát nem tudok itt csak mellette elmenni, mert itt olyan tüskés bozót van, hogy ezen lehetetlenség tovább haladni. Így, hát elsétálok itt mellette, aztán majd meglátom, hogy ott a 27-es vonalnál tudok-e jobban menni. Hát most ez a Szántóföldön gyaloglás lesz, másképp nem lehet.
Hát igen, hát hogy ezt tudom előre, akkor jöhettem volna egyből a 27-es vonalon. De hát mindegy. Menjünk, ameddig tudunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Na hát még mindig a töltés alján. Fölmenni itt nem tudok, de legalább itt mellette már valamennyire lehet haladni. És már közel vagyok a 27-eshez. Magára a töltésre pedig föl lehet menni, mert itt voltam már tavasszal is tavaly, és akkor nagyobb volt itt a dzsumbúj, azt mégis fel tudtam menni. Legalábbis a felüljáróra, onnan csináltam is videót. Hát megpróbálok most is. Egy kis bozótörő menet után, itt van egy átteresz a... Ez már 27-es vonal, és itt valószínűleg valami kiszáradt csatorna volt, tehát ebbe lehetett a legjobban haladni. És ott van fönn a híd, na oda fölmegyek. Van egy ösvény fölfele. Ez szerintem egész jól járható. Szépen vagyunk. Oké, megfogjuk. Lehet, hogy át fogom majd rakni a kamerát. Így egyik kezembe itt van a kamera, a másikkal meg kéne kapaszkodjak valamibe. Oké, na. Vagyunk. Okay. Na azért egyik szakasz azért valamennyire járható. Megnézzük a másikat. És itt van a felüljáró. Hú, azért nem semmi menet volt ez. És akkor előttünk Csajág, ezt már láttátok, és mindjárt megmutatom kicsit jobban, hogy mit kéne itt, tehát megy be a Sincsajágra, ez a veszprémi vonal, 29-es ott elkanyarodik, és majd megy a Karattya fele. Másik irányból bejön, akkor megy Balatonfőkajár felső, és Fehérvár fele, és Ez a régi nyomvonal, ez olyan volt, hogy itt ezt a... Tehát nem ment be Csajágra, és akkor itt levágott egy ilyen kunkort, így volt összekötve. És elment a már meglévő vonal fölött. Aztán gondolom később, hogy be legyen kötve Csajág, azért épült ez a úgymond kerülő útvonal, de ez volt a rövidebb nyomvonal. Egyenesen ment tovább a Karattya fele, és nem tett egy kitérő Csajágra. Hát ez pedig ugye a Lepsény-Veszprém vonal, ott arra előre van a Lepsény. Igen, mert meg előtte Balatonfőkajár állomás épület, ami már eléggé romokban van. Ezt a vonalat Csajágig tavaly március környékén bejártam, és akkor jöttem föl erre a felüljáróra is. Meg egyszer voltam itt nyáron, akkor megpróbáltam ott a Karattya felől bemenni, nem sikerült. Viszont akkor is ezt a részt, ezt akkor nem jártam be, úgyhogy ez most jön. Na itt már kevesebb Bozót Express kell, úgy látom. Valamennyire itt azért megvan a nyomvonal. Ezen haladunk végig. Hát reméljük végig jól járható lesz, és nem csak a töltés alján tudok menni. Valamennyire a távolba még látszik is a 29-es vonal, de csak előzzummal a kamerával. Úgyhogy ennyi, hát akkor haladjunk tovább. Hopp, ott elszaladt egy nyuszi. Na, még az is lehet, hogy vadászat. Bár már még vadászat nincsen, mert azt már hallanám. Na most levettem a láthatósági mellét, mert úgy gondoltam, hogy itt nem kell, mert nem a vasútvonalon megyek. A vadászok már csak meg tudják különböztetni a nyulat az embertől. Menjünk csak tovább. Most elvileg itt majd fog egy kunkort venni a vonal, és úgy csatlakozik be a 29-esbe. És hát akkor visszasétálok Csajágra. Csajágtól pedig, a Csajág felsőjéig mindenképpen elmegyek a 27-esen, mert az nincs messze. Aztán szerintem, hát
Hát vagy papkeszé, mert a papkeszé után már üzemelőpályának számít. És a papkeszétől lefele zárták ki a forgalommal, de hát ha láttátok az előbb, itt ezt a betonaljas végig felépítményt, ezt én felejt igazából. Különösebb indok nem volt rá, hogy kizárják, tehát nem a pálya állapot miatt zárták ki. Mert az még rendben is volna. Legalábbis sokkal rosszabb állapotú pályán járnak a vonatok, nap mint nap. Hát menjünk. Ott egy fácán. Nem puskával vagy a kamerával, így nem is menekül. Arrafele. Ha elnéztek, talán még ott látszik a vasútvonal is. De abból az irányból jöttem. Na mindegy, ha lesz valami érdekes, akkor azt megmutatom nektek. Egyelőre itt most az, hogy itt sétálok egy vasútvonal mellett, az nem annyira az. Na, sziasztok, akkor ismét itt. Egyébként ott a háttérben becsajág állomás látszik. Ja, és közben elindítottam most. Na most csinálok ilyet, és ilyen még úgyse volt, hogy most párhuzamosan megy a Facebookra és az éli adás, hogyha már a Telekom megtette azt a szívességet, hiszen a hétvégén teljesen ingyen van a mobilnet, nem számítja a forgalmat. Erre egyébként SMS-t is küldtek. Na, közben akkor a Facebook el is, és akkor itt mutatom a régi nyomvonalat. Itt egész jól járható. És arról jöttem, arrafele van a 27-es, ott ahol felüljárón. Ja, itt felüljárón ment át a 29-es régebben, és ez volt a 29-es régi nyomvonala. Még... Tehát úgyhogy nem ment be Csajágra, az volt a lényeges. Egyébként, hogy ott van Csajág állomás, és akkor ezt így megkerülve, így egyenesen vágott át itt Balatonfőkajáról. És később építettek ott egy ilyen kitérőt neki, hogy egy új nyomvonalat, hogy bemenjen Csajág végét, ott látszik már azok az oszlopok, azok már Csajághoz tartoznak. Hát mondjuk telefonon, vagy hogy hát a Facebook élőben nem látszik, ezzel nem tudok zoomolni. Ez így a kamerán látszik. Hát a Telekomnál van most az, hogy nem megy hétvégén ez az online ügyfélszolgálat. Teljesen semmi, és akkor így kárpótlásul úgymond ingyen adják a mobilnetet. Igazából péntek reggel 10-től, talán vasárnap éjfélig ingyen lesz a mobilnet. Nem fog... Hát az adatforgalmat nem számolja semminél. Tehát lehet élőzni nyugodtan most a hétvégén mindenhol, YouTube-on, Facebookon, ahol éppen. Ja, szia Karcsi! Ahol éppen tetszik. Úgyhogy akkor a lehetőséget ki is használva. Egyébként gyönyörű napsütéses idő van. Na szóval mondom, hogy a telefon lefagyott ebbe a nagy élőzésbe. Nem tudom, mi baja van. Hát ameddig újraindul, addig akkor megmutatom itt a... Hát én most így elmegyünk Csajág mögött. Hát igen, ez a... És ez még mindig a régi nyomvonal. Majd ha lesz valami érdekes, akkor azt megmutatom. Na, ismét itt már közeleg a vége, mert ott már látszik a vasútvonal, ez már 29-es. Tehát ott volt egy félsődonkós átjáró, igen, az már 29-eshez tartozik. És akkor itt még mindig rajta állok a régi pályatesten. Na. Így. Na, és akkor onnan jött, és akkor itt, mint azt néztem, hogy mint a szélesebb lenne egy picit a töltés. Egyébként itt már van egy földút is mellette, egészen eddig kiépítve, de... Itt már úgy néz ki, hogy itt nem csak egy vágány férne el, ahol most állok, de ez mindig a töltés, hanem akár 2-3 is. Lehet, hogy itt volt valami lakodó, vagy ilyesmi már. Nyomon nincs, és akkor ez itt még mindig Csajág, ez az úgymond az utcafronti épület a Csajágnak. Látjuk, hogy ez ennyire közel van, tehát csak annyira építették át a 29-est, hogy bemenjen Csajágra, mert eredetileg mikor kiépült, akkor itt ezen a nyomvonalon elkerült-e Csajágot, nem ment be az állomásra. Aztán valamiért később úgy döntöttek, hogy menjen csak be mégiscsak. És nem számított a kiskerülő, amit így megtesz, mert itt egyébként nyíregyenesen átvághatott volna. Neked át is vágott, igen. És ott még van két épület is, tehát valószínűleg ezek miatt építették meg itt.
és esetleg valami föld miatt épült ki eddig ez a földút. Nem baj, hogyha nagyon járhatatlan lesz itt a vonal, akkor majd megyek ezen a földúton. De innen már mindjárt ott vagyok a 29-esnél, tehát itt valószínűleg olyan túl sok érdekesség már nem lesz, mert a vasútnak már minden nyoma eltűnt, még ágyazott köveket se találtam. És ugye megyek egyenesen, és egyszer bele fogok ütközni a 29-esbe, ami egyébként már látóhatáron van. Hoppá. Nézzétek csak, itt találtam, lehet, hogy még... Ja nem, ez úgy nézett ki távolom, mint valami szelvénykő vagy ilyesmi lenne, de nem, ez csak egy kitört fa. Hát akkor nem, akkor vissza az egész. Nem lesz itt már valószínűleg semmi. De mellettünk ott van a 29-es vonal. Így haladunk. Na jó. 29-est én majd még csinálok vágóképet. Ezt nézzétek, szerintem ez a vasúthoz tartozott. Ez egy... Valószínűleg egy távíró póznának a beton alapja lehet, tehát ez valószínűleg, mint hogy a villanypóznának, akkor meg ilyen távírókon lehet látni, hogy ami fából van, azt egy ilyen beton alaphoz rögzítik. Ez van a földben, ez a beton alap. És itt van ez az épület, ez is gyanús nekem. De majd megnézem az utcapontját is, meg innen. Itt van egy földút, ami a töltésen megy. Nem tudom, ez lehet, hogy itt már magánterület. De ez az épület nekem gyanús, ez lehet, hogy egy vasúti volt. Szerintem egy őrhely lehetett itt, ahol a két vasútvonal, ugye, vagy itt, ahol megazott. Lehet, hogy volt olyan szakasz, amikor a két nyomvonal párhuzamosan ment, hogy még üzemelt a régi, de már az új is. És akkor lehet, hogy bizonyos vonatok nem mentek be Csajágra, hanem erre jöttek, és itt az őrhelyen lehetett egy, lehet, hogy volt egy váltó a fővonalba, és akkor ott állítgatták, vagy hát lehet, hogy egy alapból itt volt egy térköző hely, vagy esetleg itt lehet, hogy volt egy átjáró, és akkor azt kezelték innen, de ez úgy néz ki, hát nagyobb, mint egy őrház, de lehet, hogy egy ilyen bővített őrház volt ez. Ilyen szolgálati lakással együtt. Mert az utcafrontját megnézem, és akkor hát okosabbak leszünk. Na hát ez lenne itt az épület, ez úgymond az utcafronti része, de az látszik, hogy több részből áll. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy ez egy szolgálati lakás volt régen. Hát jó, nyilván átalakították már azóta. Lehet, hogy hozzá is építettek, nem tudom. És ott előttünk meg már valóban a vasútvonal van. És láthatóan még lakják is. Tehát ez lehet, hogy régebben valami őrhely volt. És lehet, hogy volt itt egy állomás. Ja, mert lehet, hogy a régi gyomvonalon is volt Csajágnak egy állomása, ezt el tudom képzelni. Ez a melléképület, ez például ekte ilyen vasúti szabványú WC, tehát ilyen épületek voltak. Tehát ezt viszont el tudom képzelni, hogy ez vasúti. Mégiscsak. Nézzétek ezt a melléképületet. Tehát ilyen típus távol, rengeteg állomáson van, és ebbe épült a WC. Tehát ebbe volt az a régi potyantós WC-k voltak benne. Tehát szerintem akkor ez mégis valami vasúthoz köthető dolog. És ugye ott előttünk az már 29-es vonal. Itt vagyunk a közelbe. És hát hasonló itt egy ilyen 29-es, vannak hasonló stílusú épületek. Tehát el tudom képzelni, hogy ez is az. Na, nagyon csinálok fotót. Aha, és ezt nézzétek. Tehát mondom én, hogy ez itt vasúthoz itt volt köze, és ennyi emlékem adott a vasútnak. Ez egy hajtómű, ezzel tekerték valami sodompót. Tehát itt valószínűleg volt egy sodompós átjáró valahol. És egyébként itt állok a nyomvonalon, ellenesleg, és tehát ez itt egy hajtómű, amivel a tekerés sodompót kezelik. Tehát mondom, valószínűleg itt egy bakterház volt, vagy egy állomás, vagy valami, tehát
De biztos, hogy ez az épület, ez vasúti volt valamikor, és innen kezeltek egy sorompós átjárót. Ez most itt a bizonyíték, ez megvan. És itt a konyhakertem, ez volt a nyomvonal. Itt ennél a kis konyhakertnél, és errefele megy a vasút. Tehát itt vett egy ilyen nagyobb ívet, ahogy most néztem a rajzon, és ott csatlakozott be, vagy hát onnan ágazott ki. Tehát ez tényleg így jött, hogy ott a 29-es vonal, és akkor itt egy ilyen ívben megfordult be, és akkor így, és innen ment egyenesen akadatja fele. Tehát a csajágot itt, tehát ahogy már többször mondtam, nem ment be csajágra, ez volt az eredeti nyomvonala. És ez már így biztos. Hát ez itt nem tudom, hogy mi lehet. Hát ez nem úgy néz ki, mintha vasúti lenne. És akkor itt van maga az épület, hát... Csinálok még innen is egy képet, ez még... Ez jó, itt a megművelt föld, az lehet, hogy már magánterület, de ez itt még biztos nem. Úgyhogy innen lehet. Egyébként más sem nincs annak, hogy ez valahol vasúti volt, meg szerintem át is alakították azóta már nem egyszer. De az látszik, hogy lakják meg azért, meg úgy, ahogy viszont, tehát rendben is van. Tehát törődnek vele. És itt is a régi nyomvonalon, ez még egész jól megmaradt. Itt még az is látszik, hogy itt a töltés. Valamennyire is. És itt egész jól járható végig. Sőt, és jelentem, hogy ez... Itt azért van forgalom egyébként is, tehát ezt még akár nyáron is be lehet járni, ha valaki esetleg szeretné. Ott a másik szakasz át, ott a felüljáró környékén már nem javaslom, akkor ott már nagyon nagy a zsumbúj. De itt szerintem még simán. És hoppá, és azt nézzétek! Tehát ez, és itt még ilyen kis apró nyomokat lehet találni. Na. Tehát ez bizony, itt valószínűleg itt ment a távíró vezeték a vasútnál. De sok vasútvonal mentén lehet látni ezeket a távíró póznákat, és szerintem az a betondarab az ahhoz tartozhatott. Tehát ilyen kis apróságokat azért lehet látni. És szerintem, mikor ezt a felvételt fölveszem, már nézhetitek a YouTube-on a Rákosszentmihályi hévvonalról készült anyagomat is, mert azt úgy beszéltük meg, azt többen jártuk be, és úgy beszéltük meg, hogy mindenki szombaton 10 órakor teszi föl. Tehát én időzítve azt beállítottam, hogy 10 órakor legyen nyilvános. Tehát azóta azt már ti látjátok, hát én most nem vagyok gép közelbe, úgyhogy én nem. Meg hát én tudom, hogy mi van benne, nem nézem meg. De majd a többieknek mondom, akik ott voltak szintén, hogy amint hazaérek és leülök a gép elé, majd berakom a leírásba a ti videótok linkjét is. Na itt, tehát mentünk valami folyóvizen, most meg nem mondom, hogy ez micsoda. De már itt van előttünk a vasút is. De hát haladunk. Itt vagyunk már a végénél. És ott a becsatlakozás, és itt szintén a földút a töltés mellett megy, de tessék, itt van, ez vasúti töltés, itt látszik, tehát itt van némi nyoma az ágyazatnak. Okay. Fent. És itt van egy oszlop maradvány is. És igen, és itt jött egyébként, itt az lehetett ott a vasúti töltés, az még annak a helye, és itt jött. Tehát itt a földút egy picit itt már mellé megy, de maga a töltés itt jött, ahol én állok, és ott egyenesen ment, és ott valahol az átjáró után az már a vonalban volt. Hát
Ez már itt, igen, ez már 29-es, itt a 299. szelvény. És azt hiszem olyan 300 körül van. 308 körül lehet maximum csajáknak a vége. De az a másik vége. Tehát itt most mi megyünk a töltésen. És itt az átjárónál csatlakozott be. Nyilván az átjáró az később épült oda. Nézd meg, itt egy forgalmasabb vonal egyébként. A kilátás az jó is. És ott volt az épület, ami biztos, hogy állomás épület. És még látszik a háttérben a Csajág mostani állomás épülete is. Tehát így gyakorlatilag itt egy ilyen íves szakaszon kötötték be. Van lefelé a Csajági állomásra. És itt ez egy viszonylag forgalmas út lehet. Egy rendesen fénysorompós átjárót kapott, és jó, fehéren villog, akkor most nem jön vonat. Akkor most innen kimegyünk, de egyébként itt. És itt lehetett a becsatlakozás valahol. Hát annak itt már nincs nyoma, mindegy, most átmegyünk. Értéket itt vagyunk Csajágon. Itt a vasútállomás az eléggé elkerüli a falut. Vagy a város, vagy nem tudom, hogy a Csajág micsoda. De. Tehát ameddig a 27-es vasút meg volt, Csajág felső állomást használták inkább, mert az közelebb van a faluhoz. Hát szerintem itt valahol lehetett. Hogy itt jöhetett valahol a régi nyomvonal, itt ágazott ki. És így ment egyenesen. Hát akkor ez ennyi lett volna. Akkor végül is sikerült bejárni a régi nyomvonalat. És akkor most már nincs más hátra, mint visszamenni Csajágra. Na hát akkor köszönöm a megtekintést, akkor sziasztok! Szerintem lesz még a 27-es vonalon is még ma videó. Valameddig biztos elmegyek rajta. Belhidáig szerintem el tudok menni gond nélkül, de lehet, hogy papkeszéig, és majd meglátjuk, hogy tudok haladni. Úgyhogy sziasztok!